Mózes első könyve, hetedik rész, az Özönvíz kezdete. Az Úr akkor ezt mondta Noénak: Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták kettőt-kettőt hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön. Mert hét nap múlva, negyven nap és negyven éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé úgy is tett mindent, ahogyan az úr megparancsolta neki. Noé 600 éves volt, amikor özönvíz lett a földön. Bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől. A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászók közül kettő-kettő bement Noéhoz a bárkába, hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Noénak. A hetedik napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a második hónap 17-én. Fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjjel át ömlött az eső a földre. Ugyanazon a napon bement Noé és Noé fiai, Sém, Hám és Jáfet, meg Noé felesége és fiainak három felesége a bárkába, és velük együtt mindenféle vadállat, mindenféle jószág, mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik, mászik a földön, és mindenféle rebdeső állat, az összes madár és egyéb szárnyasok. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába, mindenféle élőlényből. Hím és nőstény ment be minden élőből, bementek, ahogyan Isten Noénak parancsolta. Az úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a Földön, annyira megnövekedett a víz, hogy nekifeszült a bárkának, és az fölemelkedett a Földről. A víz egyre áradt és növekedett a Földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a Földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is. Mindenütt az ég alatt, sőt, még tizenöt könyöknyit áradt a víz, azután is, hogy elborította a hegyeket. Elpusztult minden élőlény, amely a Földön mozgott madár, jószág és vadállat, a Földön nyüzsgő minden egyéb élőlény és minden ember. Minden meghalt, aminek orrában az élet lehelete volt, és ami a Földön élt. Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön.